Vajon Mária és József hogyan imádkozott? Vajon a Szent Család hogyan imádkozott? Nem tudjuk pontosan, nincs róla leírásunk a Szentírásban, viszont sejthetjük, sőt valószínűsíthetjük, hogy imádságos emberek voltak. Valószínűleg József tanulta is, ismerte a héber írásokat, és Máriáról is az írások mögött, mint egy elrejtve sejtjük, milyen nyitott lélek lehetett, nyilván ezért választotta ki őt az Úr. És szinte az is biztos, hogy mint hívő zsidók imádságra nevelték a kis Jézust is. A mai pici téma ebben a sorozatban, ima a családban. Ha a mi családunk nem is szent család még, de még az lehet, ennek egyik pillére az imádság. És ahogyan már többször mondtam, második János Pált idézve, az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad. Nyilván a 21. században ez egyáltalán nem egyszerű. Igazából sosem volt egyszerű. Talán a legfőbb probléma újra és újra, nincs rá időnk. Többet kellene imádkoznunk, tudjuk, együtt, de nincs rá időnk. A család ma különösen is túlterhelt, a család ma különösen is gondterhelt, és azért vannak néhányan, akik 24 órából tudnak 48 órát csinálni, ilyen szent édesanyák, édesapák, nagyszülők, bele sűríteni, bele szorítani mindent, amit csak lehet egy napba. Viszont azt is látjuk, hogy ha szánunk az imádságra időt, az nyilván valamennyit el fog venni a tevékenységből, viszont idővel viszont látjuk a befektetett időt és energiát. Utána rájövünk, hogy az a teendő nem is volt talán olyan fontos. Az imádság lelkülete visszaadja Istennek az időt. Időt szentelni Istennek. És aztán Isten visszaadja nekünk azt, amit rászánunk. Talán úgy mondjuk, hogy kegyelem, vagy valami isteni ajándék formájában. Mit tudunk tenni akkor, amikor nincs rá időnk, amikor érezzük, hogy többet kellene tenni, de nem megy? Talán tegyük fel azt a kérdést önmagunkban és önmagunknak, hogy szeretjük-e mi Istent? Hogyan szeretjük őt? Meghatódunk, vagy elámulunk, vagy ellágyul a szívünk, amikor rá gondolunk? Talán ez az egyik pillére a családban történő imádságnak, hogy így tudatosítjuk, hogy ő mindennek ellenére mennyire szeret minket. És ha ez hiányzik, akkor az ima valóban csak szószaporítás lesz. Ferenc pápa azt mondja, az a szív, amelyben az Isten iránti szeretet lakik, imává teszi a szó nélküli gondolatot is. Imává tenni a szó nélküli gondolatot is. Tudunk-e úgy gondolni Istenre, mint egy minket életben tartó simogatásra? Ez az első, amikor a család leül és együtt akar imádkozni. Istenre gondolni, mint egy életben tartó simogatásra. És így válik a család az imádság iskolájává. Valóban igazán csak a családban lehet jól megtanulni imádkozni. A közös étkezésekre figyeljünk, a reggelre és az estére, az indulásra és a lezárásra, hogy szálljunk mindig időt ilyenkor Istenre. És természetesen a közös vasárnapi szentmise, amely az egész imádságnak a csúcsa és a forrása. Közös adventi gyertyagyújtás, nagy kihívás, de megtermi gyümölcsét. Az egyszerűségben egy-egy jelkép, egy-egy ikon, egy-egy feszület, egy-egy szentkép, bármi, ami emlékeztet minket újra és újra, hogyha véletlen elmaradt,
egy napig, két napig, akkor vissza tudjunk térni. Az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad. Próbálkozzunk, induljunk el újra, vegyük föl újra a szálakat. Még nem késő, még ez az advent sem késő, még egy teljes hetünk hátra van. Az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad.